Tisztelettel köszöntöm dr. Péter Csaba polgármester urat, Fejegyelmet város polgármesterét. Hát, polgármester úr, sajnos újból benne vagyunk, ugye, azt lehet mondani, a vírusban felerősödött valahol, én azt gondolom, hogy lehetett rá számítani. Nagyon-nagyon sokáig, hála a jó Istennek, mi egy szűz terület voltunk, ugye, nem volt igazolt fertőzöttünk. Jelenleg ugye egyre több az aggodalom az emberekben, itt a vírussal kapcsolatban, természetesen rengeteg kormányzati intézkedés, az, ami már most azonnal is rugalmasan meghozatalra került. Miről tudunk esetleg itt Fejegyelmet városával kapcsolatban a városlakóknak beszámolni? Én is nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Igen, igaz a hír, tehát több igazolt koronavírusos fertőzött van Fehérgyarmat városban is, mint mindenhol az országban vagy a nagyvilágban. Tehát mi sem vagyunk kivételek, természetesen Fehérgyarmat térségi jellegéből adódóan is veszélyeztetettebb település, mint egy kis falu. Ezzel együtt kell érnünk, megjelent nálunk a vírus. Én azt mondom, hogy igazából nem az számít, hogy hány helyi lakos fertőződött meg, hanem az, hogy betartsuk azokat az intézkedéseket, amelyet a kormány hozott. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk embertársainkra, hiszen a mi felelősségünk is az, hogy ne fertőzünk meg másokat. Mi a Facebook oldalon igyekszünk mindig feltenni olyan felhívásokat, amely nagyon fontos, a mai napon is felkerült egy úgynevezett top 10, amely azokat a viselkedési normákat irányozza elő, vagy javasolja a fehérgyarmati lakosoknak is, amelyek a vírus terjedését meggátolja. Tehát zárt térben a maszk használat nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy sokat mossunk és alaposan kezet, fertőtlenítsük a kezünket, hiszen a vírust onnan a legkönnyebb bevinni a saját szervezetünkbe, illetve ha észleljük a tüneteket, akkor természetesen azonnal telefonon forduljunk a házi orvoshoz, ne menjünk közösségbe, ha gyerekeinken észleljük, akkor ne vigyük iskolába, óvodába őket. Tehát ezek az alapvető szabályokat, ha betartjuk, akkor nem lesz nagy baj. Természetesen mindenki ki van téve a fertőzés veszélynek, de azt gondolom, hogy ha felelősen viselkedünk magunkkal szemben is, illetve embertársainkkal szemben, a városlakókkal szemben, akkor jó esély van arra, hogy meg tudjuk fékezni ezt a járványt. Egy új jelenség a járványa kapcsolatban, hogy egyre több fiatal is elkapja ezt, tehát látszik, hogy a fiatalok sem védettek. Viszont én azt gondolom, hogy most is el kell mondjuk, és nem elég szer kell hangsúlyozni azt a tényt, hogy az idősek a legeslegveszélyeztetettebbek. Ezt azért már megtanulhattuk tavasszal is, de talán megint nyomatékosítanunk kell, hogy különösen fontos az, hogy bizony-bizony szüleinkre, nagyszüleinkre fokozottan figyeljünk, fokozottan óvjuk őket, és hát ugye, ha csak lehetséges, itt most akár találkozások számának a minimalizálására is szükség van családon belül is. Így van, tehát igaz a hír, hogy fiatalokra is ugyanúgy veszélyes a vírus, mint az idősekre, tehát ugyanúgy bárki megfertőződhet, de természetesen az idősebbekre kell még jobban, még fokozottabban vigyázni. Ezt mi a város részéről, tehát az idősellátást végző intézményeknél elrendeltük azokat az intézkedéseket, amelyeket meg kell hozni annak érdekében, hogy ne kerüljön be a fertőzés, de természetesen a saját szüleinkre, nagyszüleinkre nekünk kell vigyázni, és odafigyelni rájuk, hogy nehogy megfertőződjenek. Én azt gondolom, hogy a kormányzati szervek pontos tájékoztatást és tanácsot adnak nekünk arra vonatkozóan, hogy hogyan kell eljárnunk bizonyos esetekben. Azt mondhatom, hogy mindenki felkészült a járvány kezelésére. Reméljük, hogy nagyon nagy baj nem lesz, tehát nem kerül még súlyosabb intézkedések elrendelésére sor. Folyamatosan elemezzük az operatív törzsel, a kormányzati szervekkel a kialakult helyzetet Fehérgyarmaton is, tehát attól, hogy napi szinten nem riogatjuk az embereket, természetesen ez nem jelenti azt, hogy mi nem foglalkozunk a vírussal. Minden napunkat ezt teszi ki, hogy elemezzük a kialakult helyzetet, és megnézzük azt, hogy kell-e olyan intézkedés hozni, amely befolyásolja a város lakók életét. Jelenleg azok az intézkedések vannak hatályban, amelyet a
magyar kormány is meghozott. Én azt gondolom, hogy ezek most elégségesek, de természetesen, hogyha kell, akkor mi is fogunk helyben szigorító intézkedéseket hozni. A fehérgyarmati kórház kérdése mindenkit nagyon érdekel természetesen, hiszen a legfontosabb intézményünk, és hát a járvány szempontjából még inkább. Azt lehet mondani, hogy napi szinten főigazgató úrral egyeztetünk a fehérgyarmati kórház ügyéről is, és természetesen megjelent a vírus a kórház berkein belül is, de ott a kórház vezetése azokat a óvintézkedéseket meghozta, illetve azokat a személyeket, akiket érintett a fertőzés, azokat karanténba helyezték. Tehát azt lehet mondani, hogy jelenleg urai vagyunk a helyzetnek, bízunk benne, hogy a fehérgyarmati kórház működése is biztosított lesz, és úgy látjuk, hogy biztosított lesz, mert hiszen az az elsődleges olyan intézmény, amely, ha baj van, oda tudnak fordulni a beteg emberek. És azt hiszem, azt nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy még, hála jó Istennek, koronavírus következtében elhunytról nem tudunk Fehérgyarmaton. Tudomásom szerint talán még életveszélyes állapotban lévő beteg sincsen. Így van, tehát hál' Istennek Fehérgyarmat vonatkozásában haláleset nem történt, és bízunk benne, hogy nem is fog történni. És még egy nagyon fontos dologra szeretném kérni a fehérgyarmati lakosokat, hogy ne üljenek fel minden hírek, hiszen sajnos a Facebookon és egyéb helyeken szeretik az emberek riogatni egymást, természetesen óvatosnak kell lenni, de csak hiteles forrásból tájékozódjanak. Hát egy biztos, tovább kell élni az élet. Meg kell tanulnunk együtt élni, én azt gondolom ezzel a veszélyhelyzettel, de hiszem, hogyha betartjuk a szabályokat, akkor itt Fehérgyarmaton is minimalizálni tudjuk azokat a kockázatokat, amit ez a járványveszély jelenthet. Polgármester úr, én mindenkit nagyon jó egészséget kívánok önnek és valamennyi munkatársának, ami a legeslegfontosabb, és hát reméljük, hogy tényleg sok-sok pozitívumról tudunk majd az elkövetkezendő időszakban és a város életével kapcsolatban beszámolni, és meg tudunk majd ezzel a vírussal is küzdeni. Köszönöm szépen a tájékoztatást! Köszönöm szépen én is, és arra kérném a városlakókat még egyszer, hogy vigyázzanak magukra, és családtagjaikra, embertársaikra, hiszen az a legfontosabb, hogy felelősen gondolkodjanak és viselkedjenek. Én kérek mindenkit, hogy azokat a szabályokat, amelyet a kormány, illetve a járványügyi szervek megfogalmaznak felénk, azokat mindenki szíveskedjen betartani. Azért azok a szabályok azért vannak, hogy a mi érdekünket szolgálják. Én erre kérek mindenkit, és mindenkinek kívánok vírusmentes jó egészséget az elkövetkezendő hónapokra. Bízunk benne, hogy sikerül leküzdeni ezt a járvány Fehérgyarmaton is, úgyhogy nem lesznek komoly következményei. A munka pedig nem áll meg, mi gőzerővel dolgozunk a projekteken és új projekteken, tehát számos olyan új fejlesztés van folyamatban, amely, ha megvalósul, azt gondolom, hogy Fehérgyarmat teljes egészében egy dinamikusan fejlődő kisváros lesz, és teljesen meg fog változni gazdaságilag és kinézetében is. Polgármester, hála jó Istennek, azért teljesen az élet nem áll meg, még ha ezek a korlátozó intézkedések, amelyeket be kell tartanunk, nagyon-nagyon fontosak, és meghatározóak is az életünkben, de hát volt itt ugye egy nagyon örömteli esemény, hivatalosan megtörtént a közelmúltban, ugye azt gondolom, hogy városunknak egy igazi égköve büszkesége lehet ez a piaszcsarnokunk, és hát tényleg érdekli a városlakókat, hogy várhatóan mikor vehetik birtokukba, meg ugye terjed itt ilyen ruha vásárlási tilalomról bizonyos plegykák. Én nagyon szépen megkérném polgármestert, hogy ezzel kapcsolatban is legyen szíves akkor gondolatait megosztani a városlakókkal. Igen, megtörtént az átadó, és nagyon jó sikerült, és ami nagyon jó hír, hogy miniszter úrnak is nagyon tetszett az épület, de el lehet mondani mindenkinek, aki ide látogatott és megtisztelt bennünket jelenlétével. A piaszcsarnok azért nem került még úgymond elfoglalásra a kereskedők által, mert a használatbevételi engedélyezési eljárás folyamatban van, tehát addig, míg oda nem ad ki a hatóság használatbevételi engedélyt, elvileg nem kerülhet vissza a piac. Bízunk benne, hogy ez az elkövetkezendő hetekben meg fog történni.
Természetesen megkezdődik egy egyeztetés az árusítókkal is, tehát a kereskedőkkel, hogy ki hol szeretne helyet foglalni, és igen, én is hallottam ezt a kósza hírt, hogy innentől kezdve csak helyben előállított termék, erről nincsen szó, tehát ugyanúgy mindenki, aki szeretne jönni, helyet kap, mindegy, hogy ruhát árusít, vagy zöldséget, természetesen helyet kap a piaccsarnokban, és még egy kósza hír volt, hogy innentől kezdve őrült magas lesz a helypénz, ez sem igaz. Évek óta a helypénz változatlan, de hát a Facebook rajongók azok tudják, hogy ez nem így van. Természetesen történt egy emelés, de az egy nagyon egyszerű dologból áfa körbe került a piac üzemeltetését ellátó KFT. Az áfa összegét nyilván rá kellett tenni, de azt a kereskedő vissza tudja igényelni, tehát a helypénz mégiscsak ugyanannyi, mint évekkel ezelőtt volt. Úgyhogy hamarosan tényleg birtokba vehető lesz mindenki által, azt gondolom, a piac, de aki csak elsétál és megnéz az épületet, szerintem már annak is hevesebben belehet a szív, hogy egy ilyen szép épülettel gazdagodtunk. Zöld város projektek kapcsolatban is talán van egy-két gondolat, amit megoszthatunk a városlakókkal. Így van, mindenki nagyon várja, már engem is többször megkérdeztek, hiszen vannak olyan közterületeink, gondolva itt a Bevásárló utcára is, tehát hogy nagyon rossz az útburkolata. Én azt gondolom, hogy ez a beruházás is nem sokára meg fog kezdődni. Mint minden beruházás, nem csak Fehérgyarmaton, hanem az ország bármelyik részén forrás hiánnyal küzd. Az engedélyeket sikerült beszerezni, kiviteli tervek készen vannak, tehát kiírásra készen állnak ezek a projektek. A kerékpárút, zöldváros és az üzemcsarnok építésének a projektje is. Természetesen abban a pillanatban, amikor megvan az ígérvényünk arra, hogy ezt a forrás hiányt meg fogjuk kapni, akkor ezeket a pályázatokat, közbeszerzéseket ki fogjuk írni, addig nincs értelme, hiszen egy közbeszerzési kiírás is sok millió forint, tehát most azért kiírni, hogy utána eredménytelennek nyilvánítsunk, nincs értelme. Abban a pillanatban, amikor a forrás összeáll, és a kormányzat biztosítja a számunkra a hiányzó összeget, akkor ki lesz írva a pályázat. Ezek a pályázatok meg fognak valósulni. Szerettük volna hamarabb, de sajnos a gazdasági folyamatok olyanok, hogy az áremelkedéssel annak idején még 2017-ben meg 2006-ban senki nem számolt. Hát reméljük, hogy tényleg sok-sok pozitívumról tudunk majd az elkövetkezendő időszakban és a város életével kapcsolatban beszámolni, és meg tudunk majd ezzel a vírussal is küzdeni. Köszönöm szépen a tájékoztatást! Köszönöm szépen!